Nekünk, aki már lassan 8. éve dolgozik színházi dolgokkal is, és szeretném, hogyha egy kicsit bemutatná a csapatot, meg bemutatná a munkát is, amit végeztek. Szeretettel köszöntöm minden kedves nézőt. Hát nekem ez a csoport így egybe új, de viszont voltak már, akivel dolgoztam, és volt már több színdarabunk, táncoltunk is sokat, úgyhogy fogadjátok sok-sok szeretettel Arankát és Sanyikát. Na fiam, mostantól itt fogunk lakni. Jobb lesz, mint Kanadában. Nekem mindegy, fater, hogy hol lakunk, ott már jó lenne egy asszony. Minek neked asszony, amikor a csöködöm még szörsítem? Inkább feküdj le, mert holnap piac. De nekem nem mondd már meg, hogy én mit csináljak. Meg ne... Egyszer tenni engem a sírba viszel. Oda viszni. Honnan jöttél a fiú Kubuki földről? Az most lényegtelen, hogy honnan jöttem, mennyi az ára? Csak neked, csak most 3,5 euró. Van egy kis baj. Mi az? Neked csak forintomban. Egy alapján adom neked ingyen. Mi itt ingyen, itten ingyen, semmi nincsen. Most maga ki? Most maga miért mondja meg nekem, hogy ingyen odaadja? Te nekem faszogol, mi elősöm a lábam? Hé, faszogoljon! Te maradj a szobádba, te maradj el itt! Menj már, titokat! Anya, ne üss le! Semmi nem itt van! Sem folyik egy gyöngyösen! Oda figyeljetek már emberek! Te miért üd a fiamat? Mert papátlan még, ingyen zenedoboz ki neki! Te itt akarod a szobádba! Menj már, menj már! Van valami. 1000 forint naponta turizmus, takarít, vakolt! Jó
hát ez már kell ismertem. Gyere, menjünk randizni. Ugyan hová? Felére az aranyhordóba. Mi az? Miért nem? Kevesekkel nem állok szóba. Négy tőled, hát én már rabolnak is el. Hát abból vagyok jó. Szia! 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 Hát arról nem hiszem, hogy mert ma láttalak a piacon, és nagyon fegyen fejösszintem. Amúgy kocsi késős, mert apámmal veszítettem meg. Ha miért? Mert anyám elhagyott minket, mert apám nem sütötte meg. Sokat veszítettem, és megmondtam is ellen. Olyan lány szeretnék, amilyen szervezet, hogy most úgy takarítani. Igen, az én életünk is, hogy nekem anyám tette apám. Apám megúgta, elment otthonra. Láthatod anyám milyen borod a piacon, mit csinált veled. Hát én is szeretnék egy olyan férfit, aki maga mellett tudok, hogy szeret engem begyöpni. Visszamegy az, hogy én adok neki. Lenne egy komoly kérdés. És mi az? Tudsz-e nokedni szabad? Na mindig, ne érdekes vagy. Tasakos leves, ez a 95 forint. Úgy kell elkészíteni, hogy meg kell forralni a vizet, befűszerezni, és utána tisztát belevetni. Érted? Vágod? Ezt meg tudod szerintem csinálni. Hát első tudom, majd főzöl te. Na, akkor... És ezek után mit csináljunk? Gyere, Mani, szökjünk el! Jaj, ne tudd meg, megszökött a nyányom, jaj, ki tudja kivel? Ugyan kivel idén szökött volna meg? Nem tudom, nem te vagy a piacra? Én? Hol? Nem én voltam? Igen, na ne pofátlankodj, még itt nem láttad? Mi? Jányodat? Igen. Én oldaltam volna az én fiam, amit megszökött valami tövessel. Ne tudd meg, hogyha a te fiatal szökött el, a fejét leveszem! Ha itt álljod meg a mellett? Az én fiam nem csöves, és a te lányod liszálta magát, zeledobosz helyett magát árulta. Igen, na nem beszéljél így az én lányomra, jó? Amilyen az anyja, olyan a lánya! A szeket is hittem! A szegény utca területekben! Ki ez te? Te mit szóltad? De mit szóltad el? Mindig itt próbálkod, ugye? Se. De mindegy, keressük meg őket, ezzel nem lesz jobb, hogy egymást megöltelik a nálunk. Jó, hívd fel a fiadat messengeren, kamerába, hogy hol vannak! Lehetünk kamerába, hogy ne menjen az adatforgalmam, mi? Hol vagy, fiam? Itt vagyok, apu! Hol az az itt? Itt Kázmárkon egy bokorba! Akkor tolt vissza a búrádat, mert hallom, elszöktél egy romnyival. Mi meg itt nem tudunk semmit, az halálra aggódtuk magunkat. Tolt vissza a búrádat? Jó, van, megyek! Te fiatalok! Ez mi lenne, akkor szeressük egymást! Szerinted jó van ez így? Jó!
Na, nekem mindegy, hogy mit csináltok, csak legyen boldogság, békesség, én az áldásomat adom, látok, legyen sok gyerek, sok unoka, erő, egészség. Én is az áldásomat adom rátok, és akkor tartjuk meg a lagzi. Na, akkor legyen lagzi. Elegye, fiam.